Hello, hello, szia! Sok szeretettel üdvözöllek a mai videóban. Csodás napot reggel estét, bármikor is nézed ezt a videót. Már pirosba öltöztem, mert azt gondoltam, hogy folytatódni fog a tegnapi esés, de mára kizöldült a piac, korrigálja a tegnapi esést. Mi okozta az elmúlt két napban az esést? Hát az, hogy a részvénypiac korrigált egy jó nagyot. Ez volt most a kiváltó, de az gondolom, hogy a kripto egész jól tartotta magát. Én Nekler Miklós vagyok, a CryptoMinds-tól. Elhozom neked a legfrissebb kriptóireket, technikai nemzéseket, altcoin, NFT, DeFi, AI, hogy ezzel edukálnak az internet, és a pénz evőlcek a következő szintről, ami nem más, mint a kripto. Csapjunk és bele, nézzük a kedvenc buborékos csártunkat. Látjuk, hogy javában kizöldült, nem ritka 10-15%-os plusz. A Aave Szác előbb látom az STX-et valahol, igen, itt van STX, előbb még 10%-kal volt, Mimcoinok, mint Brett és Popcat is megindult, Helium is megindult, Pete Network, ami ugye a Linknek a kis testvére, a nagy kedvencünk, amit folyamatosan trédelünk, megindult, a Kripto Félelem és Kabiság Index 68-on úgyhogy a piacon újra jó kedv van. Ide a CryptoMinds.global weboldalra be tudsz regisztrálni, link a leírásban, tudod használni a dashboardot, különböző csártokat, az egyéb ingyenes oktató videókat, ezeket mind-mind megtalálod itt a tudástárban, kripto alapok, pénztárcák, szótár, úgyhogy gyere, nézz körül. Már itt van az esés okozója, a nasdaq látjuk, hogy ez a technológiai szektor, és a, ha megmérjük a tegnapi esést, illetve ami, a héten történt, akkor a mélypontól látjuk, hogy ez volt egy 6%-os esés, Viszont ha ránézünk egy kicsit a csártra messziről, akkor látjuk, hogy elképesztő emelkedésben volt, sőt már a parabolikus emelkedés banana zónban volt a Nasdaq, megállás nélkül emelkedett utoljára áprilisban volt egy kis korrekciója, és most korrigált, visszajött a 100 napos mozgó úgy néz ki, hogy ott jelenleg megállt az esés, és a 200 napos mozgóátlag is még valamivel lejjebb van. Ilyen Bika piacban egyébként nem ritka az, hogy a 200 napos mozgó átlagig van visszateszt. Meglátjuk, hogy innen vissza fogunk-e jönni. Én azt gondolom, hogy nem. Mi okozta a részvénypiac esését? Az, hogy a, a különböző cégek, amik jelentettek, Tesla, meg egyéb cégek, adatai mind a bevétel, mind a profit alakulásáról, az értékesítés alakulásáról nem volt kedvező. Megnézzük az Nvidia-t, ugye, ami elképesztő rally tud már maga mögött a, a az elmúlt egy évben, ugye fölment 47 dollárról 140-re is, úgyhogy az majdnem egy négyszeres csinált már, javában korrigált az Nvidia is. Hogyha megnézzük, hogy mennyit esett a héten, akkor a csúcsponttól látjuk, hogy a mélypontig ez volt egy majd 15 százalékos esés, amit hogyha megnézzük, mondjuk egy 4 órás csártom akkor látni fogjuk, hogy viszont ezt az esést korrigálta, és jelenleg egy 6-7 százalékos pluszt csinált azóta. Az, hogy mennyivel fognak még a, ugye, a különböző cégek jelentései kapcsán esni a részvénypiacok, azt előre nem tudjuk, minden esetre ez a korrekció ez teljesen rendben van, és azt gondolom, hogy egyébként a kriptót ez annyira nem is csapta meg. Ne felejtsük el, hogy még a részvénypiac egész évben realizott, addig a kriptó igazából a nagy-nagy rallit még nem tudta megcsinálni. Itt a csárton egyébként az S&P 500-ast látjuk. Na menjünk és nézzük meg a főbb infókat, híreket, elemzéseket, hogy mi is történik a piacon. A, ugye ezt a Twitteren tesszük, azaz az új nevén x feltétlenül csinálj magadnak az x.com-on egy fiókot, és kövesd be kukac Miklós Denglert, harangocskát jelölt be, és nézzük, úgy itt van kapásból két hír, amit meg fogunk nézni itt a, a Coin Az egyik az, hogy nem maradjunk le a legnagyobb, ö, ö, nem maradjunk le erről a bika piacról, melyben a Bitcoin újra fényes lehet, és újra nagyszerű lehet, ugye ez a Make America Great Again, a Bitcoin ö, could make Bitcoin great again, ugye ugyanúgy nagyszerű lehet Amerika is újra, ez volt Donald Trumpnak a jelszava, és a Bitcoin is. Na nézzük, mit mond Donald Trump 2019-ben a Bitcoinról. Azt mondja, hogy ő nem egy Bitcoin rajongó, és más kriptovaluták sem érdeklik, mert ezek nem pénzek, a nincs valós értékük, volatilisek, és a, a semmin a, az üres levegőn alapulnak, szerinte nincs szabályozva, és ez különböző, tiltott tevékenységek, mint drogkereskedés és egyéb törvénytelen tevékenységekhez vezethet. Ezt mondta 2019-ben, mindösszesen 5 éve. Azóta ugye nagyot változott a világ, jelenleg a, a, a bitcoin és a kripto iparág felemelése, hogy Amerika, amit ugye megcsinált a Silicon völgyel és a technológiai cégekkel, azt nem akarja hagyni, hogy a blokklánc és a kripto technológia elkerülje Amerikát, és azt akarja, hogy a bitcoin és a kripto Amerikában teljesedjen ki. Ugye ez az egyik választási ígérete is. Ekközben tudjuk, hogy ugye Biden elnök nem fog indulni a választásokon, és úgy néz ki, hogy a Kamala, a minden igaz Harris nevű hölgy a demokraták elnök jelöltje, és úgy volt, hogy a Kamalát meghívták, a Bitcoin Nashville-i konferenciára, ami egyébként jelenleg is zajlik, ha minden igaz, ma fog Trump elnök jelölt beszélni, és ugye arra számítottak, hogy Kamela is meg fog jelenni, de úgy tűnik, hogy mégsem fog megjelenni. Hát válaszol Tyler Winklevoss, aki ugye a Gemini tőzsde alapítója, egyébként meg annak idején a Facebookot ő rendelte meg a Mark zuckerberg csak a Mark Zuckerberg megcsinálta magának, és Tyleréket hoppon hagyta. Azt mondja, hogy nem, fog, nem lesz bocsánat november, úgyhogy nem fogják ezt elfelejteni. Na nézzük a következő nagy történést a héten, ugye Ethereum ETF elindult, sokan azt mondják, hogy ha a piac most nem kedvező annak, hogy ez elinduljon, stb. stb. és kapásból 327 milliá, millió dolláros kiáramlás van két nap alatt. Azon ebből még semmi következtetés nem kell levonni, a kiáromlás mitől van? Attól, hogy a Grayscale-nek már volt egy úgynevezett Bitcoin Trustja, ami egy ilyen magán Bitcoin befe körű befektetési intézmény, ami átalakult ETF-é, ennek nagyon magas a díja, látott 2,5 százalék, míg a többieknek ugye tized annyi, és ebből a befektetők eladnak. 11 milliárd dollárnyi eteromja van a Grayscale Trustnak, most nem egész 10 százalékát már eladták itt két nap alatt, viszont az egyéb szereplők ezt fölfogják szívni. Az mondja, a BlackRocknál azért látjuk, hogy az első nap azért egy 266 millió dollár összejött. Úgyhogy én ezen nem izgulok. Az én véleményem az, hogy az ethereum így az ETF kapcsán akár sokkal jobban fogja a Wall Street, a hagyományos befektetői környezet értelmezni, mert az ethereum meg fogják érteni, hogy ez egy technológia olyan, mint az Apple Store, a Google Play ruház, hogy van egy hely, ahol rengeteg más applikáció, alkalmazás fut, és az Ethereum egy ilyen, ha ezt megértik, akkor úgy fogják ezt kezelni, mint egy technológiai részvény, és azt gondolom, hogy a Wall Street meg fog érkezni, és az Ethereum ETF-eket akár a pénzügyi tanácsadóik ezen befektető cégeknek, akiket előbb láttál, szépen szélszelik majd. Na nézzük, a Bitcoin 100 ezer dollár közelebb van, mint gondolnánk, Kevin Svensson itt a havi mutatja nekünk, hogy van egy konszolidáció szakasz, itt vagyunk most, és a 100 ezer dollár a következő felfele, ugye ezt úgy mondjuk, hogy leg up, a következő emelkedésben, hogy mondjam, siba, sima, liba. Plan B csártolt nekünk egyet a RSI-ről, ugye a Relatív Erősség Indexről. Itt látjuk, hogy minden egyes alkalommal az rsi van egy kis korrekció, és miután az RSI ugye törje ezt a 80-70-80-as szintet, utána jön meg a parabolikus emelkedés az árban is, és az eresi is ugye akkor szokott elmenni 90-es szintig. Most ugye ez a 65-70 között korrigálunk, és ugyanazt a korrekciót látjuk, mint amiket láttunk már korábban is. Jó. Na, vannak jó hírek is, a szintia Lumis, ugye ő szenátor, Wyoming-nek a szenátora, ő is beszélni fog a Nesvili konferencián, és elő fogja terjeszteni, hogy bitcoin legyen egy stratégiai tartalék a valuta. Ez azon, hogy elég nagy, főleg, hogy ott van Donald Trump is, és Trump uh, a színpadon ennek a kezdeményezésnek mellé jár, akkor ez nagyon-nagyon komoly dolog lehet, mert ez azt jelenti, hogy Amerikában a, a, az adóssággal terhel dollár és a, 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 az adósság alapú, hogy mondjam, kártyavár, kártyavárat egy kicsit megtámogassák egy valós eszközzel, ami ugye a bitcoin ebben az esetben persze ugye támogatják aranyal is, de a mai világban a digitális arany, a bitcoin az, ami tud így védelmet nyújtani olyan dolgokra, mint az arany. Na nézzük, hogy az utolsó felhívás a következő bitcoin legap, azaz felfele menetel előtt, ezt mondja a The Scalping Pro ezen a csárton, őnek is van egy alsó trendvonala, nekem van egy felső is, és látjuk, hogy itt egy konszolidáció zónában vagyunk jelenleg, amit egyébként most már elkezdtünk szépen fölfele konszolidálódni, és ugye innen a kitörést a 80 ezer dolláros zónába. Ezeket mind bátran lehet szépen lájkolni, like megosztani, és ugye ezzel te is tudod. Na hát a kripto a legfőbb ö, téma, hogy itt az amerikai választások során, itt van egy nagyon jó kis összefoglaló Invest answers aki azt mondja, hogy Mark Cabent, tudja, aki egy nagy kriptó befektető, kontaktálja Kamala Harris csapata, és a kriptóról kérdezik. Szóval az új demokrata elnök jelölt csapata érdeklődik a kriptóról. Több kérdés kapok mind a két táborból, és ez egy jó jel. A egyéb plegykák azt mondják, hogy Gary Gensler az SEC vezetője idén le fog mondani, illetve el lesz távolítva, és ez ugye az Elizabeth, illetve hasonló antikripto hadsereg megszüléséhez is vezethetne. Úgyhogy ez egy fontos dolog. Egyébként itt pont volt valamelyik cikk, cikkben, mindjárt ránézzünk, Igen, itt van, hogy az egyik amerikai szenátor visszavonja a támogatást Elizabeth antikripto, azaz kripto ellenes beadványa, beadványa kapcsán. Szóval már nem támogatják ezt az antikripto beadványt bizonyos szenátorok. Úgyhogy valószínű, hogy Elizabeth Warrennek vége lesz az álmok futásának. Na nézzük, hogy a Franklin Templeton mit mond, teljes digitálisan, digitális üzemmódba vált, hogy a Franklin Templeton nem más, mint egy elég nagy befektető cég, a hölgy a CEO, a vezérigazgató, elnök és vezérigazgató, szóval nem is akárki, és ő vezeti azt a csapatot, ami azt mondja, hogy a tradicionális részvények és kötvények mögé mennek, és azt mondja, hogy ne legyünk becsapva a részvények által, mint ahogy belettünk korábban. Hát ez jó mondja, mert egyébként a Franklin Templeton is gondolom, hogy ugyanúgy becsapta a befektetőit. Na mindegy, viszont létrehoztak egy Digital Assets teamet, egy digitális eszköz csapatot. Itt van ez a kis tanulmányok, ami erről beszél, és e, e, itt van, hogy mit is csinálnak amit nagyon fontos, itt sorolják föl, hogy digitális eszköztechnológia, digitális eszközök befektetési stratégiák, korai blockchain e, e, viszik, azaz olyan cégek, amik e, korai Kriptoprojektekbe fektetnek és nódok működtetése. Ezek mind-mind itt vannak, szóval egy komplett ökoszisztémát fognak át. Ebben persze van a, 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 a bitcoin bányászattól a befektetésig és mindenféle egyéb tokenizációig is, úgyhogy hajrá, gratula a Franklin templeton -nak. Jó! Na itt van egy nagyon jó cikk, sajnos elírtam, vagy egyet a. Igen, a bitcoin nem, nem írta ki teljesen. Az a lényeg, hogy Uh, jelenleg csak adósságot tulajdonolsz. Amit van, az mind adósság, az igazi vagyon, az a bitcoin lehet. Érdemes már most is követni, de nézzük, hogy mit mond. Azt mondja, hogy uh, nincs neked megengedve az, hogy birtokol bármi valósat, csak az adósság alapú rendszerben adósság alapú dolgokat tudsz birtokolni. A pénz a bankban az nem a tied. A részvény a értékpapír nem a tied. A föld, amit ugye bérelsz, az nem a tied. A kötvény nem a tied. Ez mind neked egy, amivel valójában tartozol, hogy ez mind hitel, amivel te tartozol mások fele. Na nézzük meg a különbséget, hogy egyre több ok van, hogy a bitcoin egy nagyon-nagyon forradalmi paradigma váltás, a jelenlegi rendszerhez képest, hogy valós eszközt tudjál birtokolni. A bitcoin mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy saját tulajdona legyen, egy megváltoztathatatlan, cenzúrázhatatlan, cenzúrának ellenálló módon, jóformán majdnem, hogy költség nélkül lehet tranzaktálni vele, megvéd, és azonnal hordozható, azonnal bárhova küldhető a világon. Úgyhogy ebben az adóssággal terhelt világban Egyedüli fény van az alagút végén, egyedüli eszköz. Persze az arany, mint ugye már 5-6 ezer éve, csak ugye azt elég nehéz hordozni a mai digitális világba, meg, meg szeletelni, meg osztani darabjaira, viszont itt a bitcoin. Honnan is jött ez? Itt megosztotta Norbert azt a a, a et illetve kommentelte, hogy az Európai Központi Bank egy regisztrált tervez, ahol mindent be kéne regisztrálnod. A bankszámládat, az autódat, a részvényeidet, az, hogy milyen nemesfémjeid vannak, az, hogy milyen Rolex órád van, milyen telefonod van, a pénzmosásra tekintettel kell neked ezt beregisztrálni, de valószínűleg a nagy pénzmosóknak, mert tudjuk, hogy a bankoknál is szoktak milliárdokat mosni, és van, amikor milliárdokra is megmintetik a bankokat, csak erről nem szólnak a hírekbe, úgyhogy viszont úgy néz ki, hogy egyelőre ezt a regiszter ötletet visszavonták. Na nézzük, hogy itt alatta megosztottam még szerintem egy másik ehhez kapcsolódó twittet, ami kicsit kezdett majd megérteni, hogy jelenleg ugye nem csak az infláció által veszik el az emberektől a pénzt a tömegektől, hanem úgy tűnik, hogy ugye el is szeretnék kobozni. Ezt mondja Balaji ebben a twittjében, hogy szerinte az EU az csőrbe ment. Ezt mondja Balaji, nem én, mielőtt bármi, bármi kitalálnád, Balaji, aki egy elég, elég követett ember a Twitteren, és azt mondja, hogy arra készül, hogy eszközöket kobozzon el. Ugye tudjuk, hogy volt ilyen a legutolsó a például Görögország elkobozta a bankszámlán lévő pénzek felét. Szóval van ilyen, és azt gondolod, hogy nincs, de van ilyen. Szóval azért építik ezt a a, a registrit, hogy már ne csak az inflációval, hanem elkobzással is elvegyék az emberek pénzét, és ebből megbentsék, kisegítsék a különböző központi bankokat, akik ennek az adósság alapú rendszernek a, ugye, a, hogy mondjam, a gyökerei, illetve hát ugye o, o, ott kerül kibocsátásra a pénz, sajnos ugye most már nem csak adósság alapon, hanem csak úgy nyomtatva is. Na nézzük, hogy a leg Lényeg A legfontosabb országok mind foglalkoznak a bitcoinnal és a kriptoval. Oroszország jó áll, egy törvényt, hogy a kriptó fizetések azok legálisak a különböző cégek közötti tranzakciókban. Kínában az a hír járja, hogy a kriptó újra bevezetése kerül, és a mindenféle tiltást megszüntetnek. Az amerikai politikusok meg a kriptó körül építik a választási kampányt. Na nézzük a következőt, ami egy nagyon-nagyon fontos, és ezeket ugye mind lájkolni, like megosztani. Egy Golden Cross, azaz egy arany kereszt van kinézőben a Bitcoin csártom. Látjuk, hogy ez egy heti csárt, és az alsó a 200 napos mozgó, átlag a felső a 100 napos, és amikor a, a 100 napos keresztezi a 200 naposat, akkor egy arany keresztet láthatunk, hogy az ellenkezője pedig a halál kereszt. És ez a halál, ezt a Golden cross még soha nem láttuk a bitcoin életébe heti csátom, úgyhogy ez egy nagy nagy dobás lehet. Kína likviditást áraszt a piacra. A kínai Nemzeti Bank mérlegét látjuk itt, és ugye amikor ez megemelkedik, akkor likviditást önt a piacra, amikor esik, akkor ugye likviditást szív el a piacról, megvannak meg a különböző ciklusok itt is, és a mostani ciklusban elkezdte már a likviditást pumpálni a piacra. Mit jelent ez? Az, hogy egy csomó pénz fog menni a bitcoinba, kriptoba, főleg akkor is, hogyha van tiltás, akkor is, ha nincs tiltás, ha nincs tiltás, akkor van, szó, hogy még több. Na nézzük, a bitcoin belép a, a, a belief, ugye ez a hit zónába, hogy elhisszük. Ugye ez a Wall Street cheat sheet, erről már csináltunk külön videót, majd lehet, hogy fogok külön egyet erről, de most nem szeretnék, hogy ne legyen ez hosszú. Látjuk, hogy az, optimiz, az optimizmus után van a hit, majd van a, a, nagy lelkesedés, és majd az eufória. Egyébként pont az előző videóban beszéltem a banánzónáról. Egyébként ez a banánzóna, ami itt a hittől kezdve egészen tart az eufóriáig, és előbb-utóbb ugye ez a konszolidáció, ami már legalább 120-130 napja tart, előbb-utóbb vége szakad, és belépünk ebbe a zónába. Jó, menjünk tovább, és nézzük meg a csártot, előtte viszont látogassunk el a Telegramunkra, gyere és csatlakozz be, a linkjét megtalálod a leírásban. Itt például valamelyik őtök posztolta, hogy a, a, Jersey, Jersey város nyugdíj alapjában lesz a Bitcoin elhelyezve. Ez is egy tök jó hír. Itt látjuk, hogy ki van pár videó pinelve, hogy a Bitcoin halving után van egy 80 napos újrafelhalmozási Időszak, ezt is nézd meg. A másik friss hír, hogy elindultunk a Telegram játékokkal. Ugye Telegram botok, több Telegram bot is van. Volt ugye a Notcoin, ami elképesztő sikeres volt. Ugye most fut a Hamster Combat, és ezek mind Erdoppal fognak piacra menni. És akik ezen Telegram botokban, hogy mondjam, játszanak, vagy nyomogatnak, vagy tapicskolnak, ugye ők fognak itt. Az erdobból részesülni. Itt leírtam három dolgot, hogy mit érdemes csinálni. Ugye ez a profit per hour, hogy a, a, a main és az örd menüben érdemes azokat a feladatokat elvégezni, érdemes a szinteken fölfele menni, kulcsokat gyűjteni, mert valószínű, hogy ez a három dolog fogja megadni az erdob jogosultságot. Nem csak az, hogy mennyi pontod van, nem a pont mértéke fog számítani, hanem ebben a háromban mennyire tudsz előre menni. Nincs más dolgod, mint csinálsz magadnak egy Telegram fiókot, ha még nincs, és erre a linkre rákattintva nekiállsz játszani. Itt nézzük meg, hogy ez hogyan működik, ugye bejön, most mivel én laptopon vagyok, egy QR kód fog bejönni, hogy fotózom és mobilon játszom, de mindjárt megmutatom, hogy mobilon ez hogy néz ki. Itt ugye beraktunk pár fotót, már megvan az én hőcsögöm már föl lett itt töltöztetve, nagyon-nagyon frankó. Itt még nem volt, itt még szörtelen volt, itt már szörös az a nélk, hogy szép szőrösen kell kinéznie. Itt alul most pont nem látszik a menü, de itt van az örd meg a Mind, ide kell bejönni, és utána itt a különböző levelökben érdemes felfele arra szolgatni, illetve itt is megosztottatok, hogy a, a különböző special combo dolgokat érdemes elvégezni, mert ezzel ugyanúgy növeled azt. A szint lépést, amit előbb mutattam. Egyébként az, hogy el tud kezdeni, nincs más dolog, mint elkezdesz játszani, és utána ezt elkezded tapicskolni, és nőnek a számok, és egyre több lesz a szám. Egyébként ha több ujjal tapicskolsz, akkor több szám nő. Persze én próbálok minél kevesebbet tapicskolni, és annál több ilyen level elvégezni. Ugye ezzel a telegramos dolgokkal azért is foglalkozunk, mert nagyon hiszek abban, hogy a telegram blokklánc az egyik legsikeresebb layer egy blokklánc lehet ebben a ciklusban, és ugye Hamster Combatnek már elképesztő számai vannak, ha jól emlékszem, már 150 milliót meghaladta a játékosok száma, szóval elképesztő mennyiségű ember képes bekapcsolódni, és a jó ír az, hogy van egy még titokban lévő, de már fejlesztés alatt álló újabb Telegram botos játék, ami még, hogy mondjam, még frankóbb ökoszisztémát próbál kiépíteni, mint a Hamster Combat, és hamarosan ez is el fog indulni, és bízom benne, hogy abban ideje korán fogunk belecsapni, nem csak a, így a vége felé, de azt gondolom, hogy a Hamster Combat-et még érdemes elkezdeni tapicskolni, akár adod a gyerekednek, aztán csinálja. Ő, ő vagy éppen az unokádnak, a linket megtalálod a videó leírásában és az új telegramos játékról meg majd jövünk részletekkel. Na nézzük a Bitcoin chartot! Ugye látjuk, hogy ő nem csinált még olyan parabolikus rallit, mint a Nasdaq, egy nagyon komoly konszolidációban vagyunk, ugye ennek vannak horizontális szintjei, úgy mint a 60.000 dolláros szint, illetve a 71.800-as szint. Ha megnézzük itt, hogy hány napja van ez a konszolidáció, akkor oda jutunk, hogy ez már 150 napja zajlik, és ugye, amiket láttunk korábbi példákat, volt, hogy 220 napig zajlott, tehát, hogy akár a, a nyáron még ö, ö, tovább folytatódhat ez a konszolidáció. Amiket én figyelek, ugye a két horizontális szint, illetve hogyha berajzolom egy csatornát az árfolyam mozgás alapján, hogy itt már elég sok ö, szint van, ami alapján tudunk trendvonalakat berajzolni akkor azt fogjuk látni, hogy a, ebben a bullish flagben, hogy itt volt egy trendvonalunk, ezt törtük, itt indítottunk két hete egy long trade-et, ezt a Patreon ugye közzétettük, ez a long trade, itt a csatorna tetejéig szoktuk ezt vinni, 19%-ot hozott, ha valaki mondjuk egy tízes tőkátétellel csinált ezt a trédet, mert már e, tud úgy kereskedni, akkor ez 190%-ot is tudott hozni, annak a szerencsésnek, aki megtanult kereskedni. Gyönyörű tréd volt. Itt feltétlenül egy-két sort, minimális sortot indítottunk, viszont azt gondolom, hogy látva a tegnapi leszúrást, igen, lejöttünk a, a, az 50 naposig, meg a 100 napos mozgó viszont innen felpattantunk, és egy gyönyörű felpattanást látunk, és a tegnapi gyertya zöld lett, és a felpattanás egy 6%-ot hozott. Én azt gondolom, hogy próbálhatunk egy trendvonal törési támadást, hogyha 68.422-es szint fölfele törik, akkor ugye könnyen mehetünk és támadhatunk a 71.680-71.700-nál lévő horizontális ellenállásra. Előbb-utóbb ugye ebbe a konszolidációba ki fogunk lépni, és ez idáig ez egy tökéletes Wyckoff akkumulációs minta. Persze két hete, három hete mindenki ugye itt be volt hogy mondjam, be volt teljesen tojva, 54 ezernél. Van, aki ugye nem mert megnyomni a vételi gombot, Erről egyébként csináltunk videót, hogy, a vét, hogy az esés és az emelkedés pszichológiája a kriptoba. Összességében azt látom, hogy nekem így erős ez a csárt. Itt háros tegnap nyitottunk pár pozíciót, úgyhogy frankó. Nézzünk rá az Etheromra, ugye az eterom azért nagyobbat korrigált. Lejött újra az eterom a 200 naposra de azt gondolom, hogy az etaromnál is itt ezek a horizontális szintek, ugye 3100-nál tegnap ö, volt egy-két vételi pozíciónk, a, valamint ugye 3000-re tettünk be egyéb ordereket, azok nem teljesültek, de a 3000-es orderén teljesültek, és szépen azóta pluszban vannak. Oké. Okay. Szóval a csártam, nagyon érdekes, mert van egy, ö, ö, van egy trendvonalunk, amit egyébként tört, és úgy néz hogy pont visszateszteli. Beszúrtunk alá, de nem zártunk alatta, úgyhogy a korábbi long pozícióval természetesen itt realizáltunk egy kis profitot. Ez a long pozíció, ugye, amit itt a Pétrionos récetapokban adtunk, ez hozott egy mondjuk egy 25-28 százalékos pluszt simán, viszont ha figyelve ezt a trendvonalat, a long pozíció másik felét azt tartjuk, mert arra számítunk, hogy innen folytatódik tovább fölfele az emelkedés, és ne felejtsük el, hogy a Solana lehet a következő ETF, amit elfogadhatnak. Ezen trédeket és technikai elemzéseket a Patreon próba tesszük közzé, itt megtalálod a leírásban, itt a linkje, itt egyébként különböző airdropokról, airdrop farma, farmolásokról, egyes ökoszisztémában, hogy milyen feladatokat végzünk, hogy több ezer dollárú értében kapjunk coin kiosztást, ezeket is itt végezzük, valamint egyéb különböző launchpadek, székelések és a nódok vásárlása, ezeket itt szoktuk közéteni, úgyhogy gyere bátran. Szóval a piac még nyári uborka van, de attól függetlenül azt gondolom, hogy erősebben tud neki veselkedni a következő egy hónapnak, egy-két hónapnak a korábbi szintekről, és ez az akkumulációs zónát előbb-utóbb elhagyva egy parabolikus emelkedés jöhet amit ugye a legtöbb csárton, amit nézünk, adja magát. Örülök, hogy itt voltál, köszönöm szépen, hogy megnyomod a lelki like gombot, azt a kövér lájkot, like feliratkozott csatornára, és találkozunk a következő videóba Várom a kommentben a véleményedet, hogy szerinted a bitcoin mikor fogja törni a 70 ezer dollárt. Azt gondolom, ez nagyon-nagyon izgalmas, hogy mikor leszünk újra 70 ezer dollár fölött. Hello, Hello csodás napot!